Bár már volt róla szó, de biztosan sokakat érdekel, hogy mit esznek a nemzetközi űrállomáson. Egyet már előre elmondhatok, nem állnak neki hagymát aprítani, majd kis olajon lepirítani azt, de az sem titok, hogy a tubusokból kinyomott pástétomok kora is lejárt már. Ez a kisokos sorozatom következő része, amiből megint megismerhettek valami érdekeset. Az űrhajósok élelmezésének története kezdetéhez egészen az 1960-as évekig kell visszamennünk. Ekkor még abban sem voltak biztosak, hogy lehetséges-e a súlytalanságban hosszú távon táplálkozni. Jó, igazából már sokkal korábban voltak ilyesfajta kísérletek, például amikor a középkorban rabokat kötöttek ki fejjel lefelé, akiket ebben a pozícióban etettek és itattak napokon át. Mivel a bélrendszerük képes volt fejjel lefelé is továbbítani a táplálékot a megfelelő irányba, így azért valószínűsíthető volt, hogy az űrhajósoknál sem lesz gond. A táplálék továbbítása a szervezeten belül az egy dolog, de a súlytalanságban más problémákkal is meg kell küzdeni annak érdekében, hogy élelemhez juthassunk. Már Gagarin első történelmi repülése előtt is kísérleteztek a dologgal, így a súlytalanság állapotát előidéző repülőgépen már többször ettek és ittak az űrhajós jelöltek. De az első valódi űrutazások során nem vihettek fel akármilyen táplálékot. Ennek elsődleges oka az volt, hogy attól féltek és félnek a mai napig is, hogy a morzsálódó táplálék részecskéi leválnak az ételről, ami ezután szabadon lebegve akár az űrhajós tüdejébe vagy szemébe kerülhet. Ezt elkerülendő az első űrhajósok valóban tubusokból kinyomható krémszerű ételeket kaptak. Később a többnapos küldetések beköszöntével viszont már nem volt elvárható az űrhajósoktól, hogy hosszú távon ilyen ételekkel tömjék magukat, hiszen a teljesítő képességük maximumát csak akkor tudják nyújtani, ha a közérzetük is rendben van, amihez pedig épp úgy elengedhetetlen a normális táplálkozás, mint a rendszeres pihenés. Az 1-2 hetes küldetéseknél még megoldható volt a friss élelmiszer és a kész főtt ételek porciónkénti feljuttatása, bár a kenyér a mai napig tiltó listán van minden űrjárművön az említett morzsalékos szerkezete miatt, így a nemzetközi űrállomáson maximum tortillalapokat tölthetnek meg szendvics hozzávalókkal. Az ennél is hosszabb küldetéseknél, mint amikkel az űrállomásokon találkozhatunk, már két újabb problémára is megoldást kellett találni az űrhajósok étkeztetését illetően. Az egyik a tömegmegtakarítás, a másik pedig az élelmiszerek romlandósága. Érdekes módon egy azon megoldással mindkét problémát kiküszöbölték. Ez a módszer pedig nem más, mint a liofilizálás, azaz a fagyasztva szárítás. Na de nézzük is, miről van szó. A történet azzal kezdődik, hogy kiválasztják azokat az űrhajósokat és tartalékosaikat, akik a következő küldetéssel az űrállomásra érkeznek. Erre általában fél-másfél évvel a küldetés előtt kerül sor. Ekkor az űrhajósok elmennek egy laborba, ahol ételpróbákat végeznek rajtuk. Persze nem ehetnek akármit, az űrállomás személyzetének diétáját szakértők állítják össze, hogy az ne csak ízben, de tápanyag mennyiségben, vitaminokban és nyomelemekben is kiegyensúlyozott étrendet biztosítson számukra. Így például az ISS-re szánt ételek vasszegények, ugyanis a súlytalanságban nehezebben épül be a vas a szervezetbe. A felesleges vas pedig fejfájást, émelgést és hányingert okozhat. Van körülbelül 60 féle főétel az ISS ellátmányának menüjén, ebből választják ki azokat, amelyek szimpatikusak a számukra. Ilyenkor konkrétan leülnek és kóstolás után pontozzák az ételeket. A kapott listán a legjobban szereplő ételekből csomagolnak majd a legtöbbet, de persze a középmezőnyből is küldenek majd rendszeresen, sőt a lista alján lévő ételekből is pakolnak párat a biztonság kedvéért. Ezután az űrhajósoknak már nincs több dolguk, mármint az étkezéssel kapcsolatban. Ők ezután már a küldetésre koncentrálhatnak. Innentől az ISS étkeztetési részlege veszi át a stafétát. Az űrállomás konyhás szekciója sokkal jobban hasonlít egy laboratóriumra, mint egy menzára. A szakértők rendkívül tiszta környezetben, földi körülmények között főzik meg előre az ételeket, mindent gramra kiszámolt hozzávalók alapján. Ezután a kész ételeket külön adagokra porciózzák, és ekkor kezdődik a csoda.
A fogyasztva szárítás első lépése, hogy a megfőzött adagokat lefagyasztják, ezután pedig a fagyasztott élelmiszert egy vákumkamrába helyezik, ahol lecsökkentik a légnyomást. És itt történik a csoda. A lassan felmelegedő ételek belsejében a fagyott állapotú vízjég nem fog megolvadni, hanem az alacsony légnyomás miatt az szublimál, azaz elpárolog. Ezt az elpárolgott vizet folyamatosan szívják ki a kamrából, így az ételek víztartalma radikálisan lecsökken. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy a kamrába tett ételek tömege legalább 85, de olykor akár 95%-kal is lecsökken. És mivel a baktériumok nedves környezetben érzik a legjobban magukat, ahol sokkal könnyebben és gyorsabban szaporodhatnak, így a víz elvonásával nem csak a tömeg megtakarítást oldják meg, de az ételek szavatosságát is jóskán kitolják az ételmérnökök. Ezután az adagokat légmentesen záródó zacskókba csomagolják, és már pakolják is őket a következő teherszállítmány rakterébe. Az űrhajósoknak a fedélzeten nincs más dolguk, mint tiszta vizet fecskendezni a fogyasztva szárított zacskókba, amik pár perc után már is fogyaszthatóak. A lakmározás után a víz beépül a szervezetbe, majd persze később távozik is onnan, de a Nemzetközi űrállomás WC-jének és víztisztító berendezésének köszönhetően a leadott vízmennyiség legalább 85%-át tisztítás után újra fel tudják használni. Ahogy mondani szokták az űrhajósok, a tegnapi kávém lesz a holnapi kávén is. A kenyéren kívül egyetlen nem helyettesíthető élelmiszer csoport hiányával kell csak megbirkózniuk, ezek pedig a friss zöldségek és gyümölcsök. Mivel a növények sejtszerkezete a fagyasztás során roncsolódik, a liofilizálás során az állagok is megváltozna. Ezért friss zöldségekhez, gyümölcsökhöz csak akkor jutnak az űrhajósok, amikor egy újabb teherszállítmány köt ki az ISS-en. Szerencsére ez azért körülbelül 1-2 havonta megtörténik, így ilyenkor pár napig mindenképp élvezhetik ennek előnyeit. Na, szóval így esznek az űrállomáson. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.